Szeptember 19-től 3 napig újra filmlázban ég majd Máté Szalka. Az elmúlt évek sikerei utáni már 3. alkalommal rendeznek újra nagyszabású nemzetközi filmfesztivált Hollywood bölcsőjében. Az eseményt a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Máté Szalka önkormányzata közösen szervezi meg. A fesztivál helyszíne idén is az Adolf Cukor Filmszínház lesz, a tematika azonban ezúttal nem a névadó köré, hanem elsősorban Tony Curtisre épül. Vissza a gyökerekhez, ez lesz a mottója a filmfesztiválnak, nemzetközi filmfesztivál lesz, szeptember 19 és 21 között. Egy a filmvilágban ismert és profi szervező oldalon, hogy így mondjam, a Film Freeway-en fogjuk meghirdetni ezt a fesztivált, tehát a világ bármelyik pontján hozzáférnek az érdeklődők. 3 kategóriában fogjuk ezt a fesztivált megszervezni, játékfilm, dokumentumfilm, illetve rövidfilm, korosztály meghatározás nélkül, nemzetiségi meghatározás nélkül bárki jelentkezhet. Csupán az az egy kritériuma van, hogy tegyen eleget a Film Freeway feltételeinek, illetve ez a vissza a gyökerekhez tematika valahol visszaköszönjön. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere a filmfesztivált beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta, nagy büszkeség a helyiek számára, hogy ez már Zsinórban a 3. nemzetközi esemény, amely ráadásul egyre nagyobb visszhangot kap. Mint mondta, a fesztivál felpesdítette a város kulturális életét. Ez az időszak, az elmúlt időszak nem csak az önkormányzatnak, egyébként az embereknek is nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen koronavírus járvány volt ugye 2020-tól, aztán kitört az orosz-ukrán háború, az energiaválság kitört. Én büszke vagyok arra, hogy Máté Szalka városa olyan erős kulturális szempontból, hogy igaz, hogy nagyon-nagyon sok segítővel, akik nélkülözhetetlenek a sikeres szervezéshez, képesek vagyunk ezekben a nehezebb időkben is a filmfesztivál színvonalát a megfelelő szinten tartani, és egy olyan rendezvényt együtt megcsinálni, amire nem csak országos hírű kulturális szakemberek érkeznek, filmes szakemberek érkeznek, hanem a nemzetközi filmes világból is megtisztelnek bennünket. Fekszi Márta, az Origo Filmstúdió vezérigazgatója elmondta, az elszármazott hírességeknek köszönhetően Máté Szalka jelentősége megkerülhetetlen a filmiparban. Ezt most újabb elemmel tették egyértelművé. Köztudomású, hogy nálunk van egy tábla, azokról a színészekről, vagy azokról a szakemberekről, akik magyar származásúak és Oscar-díjat nyertek el, hogy van egy csillagösvényünk, ahogy ugyanúgy, ahogy a Hollywood Boulevardon, Los Angelesbe, hogy van a kis múzeumaink is. Az újabb terjeszkedés ezen a területen, hogy itt az úgynevezett hát múzeumi folyosón, egy nagy falon egy Magyarország térkép lett felfestve, és ezenben a térképen belül mindazok a településeket csillaggal, egy hollywoodi csillaggal feltüntetve, ahonnan annak idején kivándoroltak a Hollywoodba az elődjeink. Természetesen a térkép nem zárja le ezt a kivándorlást, hiszen látszódik Felvidékről, Kárpátaljáról, Romániából, illetve Vajdaságból, tehát Szerbiából kivándoroltaknak a települései is. Köztudomású és néhány évvel ezelőtt, mikor elkezdtük az együttműködést Máté Szalka önkormányzatával, hogy Máté Szalka azt a nevet kapta, hogy a Hollywood bölcsője. Hiszen ebből a térségből és központilag Máté Szalkáról ment ki a legtöbb filmes szakember. A sajtótájékoztatón bejelentették, az őszi eseményen jelen lesz, és a zsűri tiszteletbeli elnöki pozícióját tölti be Tony Curtis özvegye, Jill Curtis. A zsűri teljes összetételét a következő hetekben jelentik be, a jelentkezéseket pedig március 15-től fogadják a filmfesztivál szervezői.